Ne feledkezz meg a Partizánról! Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziunkat, rá is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban. 208 ezer forint. És van az év végén, hogyha úgy vannak a számok, akkor emelek megint. Ja. Ennyi volt tavaly a havi átlagnyúdíj Magyarországon. Háromszor annyi, mint 20 éve, és kétszer annyi, mint tíz évvel ezelőtt. De ha megnézzük a környékbeli országokat, messze nem ennyire rózsás a helyzet. A GKI gazdaságkutató múlt heti elemzéséből kiderült, hogy a magyar nyugdíjak vásárlóereje elmarad a cseh, a lengyel, a román és a szlovák értéktől is. Vagyis ezekben az országokban több mindent lehet megvenni egy átlagos nyugdíjból, mint Magyarországon. Az egyik ilyen nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, illetve a nyugdíjak értékének megőrzése. A péntek reggel e heti hírlevelében részletesen bemutatjuk, mi történt a nyugdíjakkal az egymást követő Orbán kormányok alatt. Ha érdekel, iratkozz fel a péntekreggel.hu-n. A most következő podcastban az idős gondozás válságáról beszélgetünk. Arról, hogy a rossz és hiányos állami ellátás miatt sokaknak otthon kell gondozniuk idős rokonaikat. Öregszik a magyar társadalom, már minden ötödik ember elmúlt 65 éves. Nagyon úgy néz ki, hogy 2030-ra már minden negyedik magyar, 2060-ra már minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lehet. Tehát ez egy olyan tendencia, amivel foglalkozni kell, mert ez befolyásolja a nyugdíjrendszert, egészségügyi rendszer. Persze, aki megteheti, magángondozót fizet, de ez iszonyatosan drága, miközben maguk a gondozók is kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezekről a dilemmákról beszélgetünk Katona Noémivel és Gábriel Dórával a Társadalom Tudományi Kutatóközpont munkatársaival. De mielőtt belekezdenénk, kérünk ajánl fel adód 1%-át a Partizánnak, hogy tovább készíthessük a péntek reggelhez hasonló műsorainkat. Minden, ami ehhez szükséges, megtalálod a leírásban. Én Szurovec Zildős vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. közös kutatásokban azzal foglalkoztok, hogy az idősekről való gondoskodás az egyre inkább a magánszférában helyeződik át. Mit jelent ez pontosan, ezt hogyan észlelhetjük Magyarországon a hétköznapokban? A fő probléma, amivel mi foglalkozunk, hogy az állam egyre inkább kivonul az idős eláltásból. Pontosabban nem tart lépést azzal, hogy milyen arányban nőnek a gondoskodási szükségletek, és milyen mértékű szükség van idős ellátásra, gondozásra, ápolásra. Ami miatt a családok, mivel egyszerűen nem tudnak bejutni idősek otthonába, gyakran éves várólisták vannak, vagy nincs pénzük megfizetni házi idős ápolót, aki az idős lakásába jönne, vagy egyébként mondjuk nincsenek olyan lakhatási körülmény az idősnek, hogy oda ápolót tudjanak fogadni. Ilyenkor a családok, ha van pénzük, akkor piacon vásárolnak szolgáltatást, ha nincs, akkor pedig maguk látják el. Tehát, hogy egyre inkább a családokra hárul ez a feladat, vagy anyagi megoldásokban, vagy pedig egy munkában. Fontos azt leszögezni, hogy a piacos folyamata még egyáltalán nem áll olyan szinten, mint más európai országokban. Tehát Magyarországon még nem tartunk ott, hogy mondjuk franchise jellegű, akár tőzsdéjegyzett cégek is megérkezzenek Magyarországra, és intézményeket hozzanak létre. Tehát a leghíresebb ilyen cég, például az Orpea, akinek több mint száz intézménye van szerte a világon, és több ezer gondozottat lát el. Az állam ö, nem teremt meg olyan feltételeket, hogy például ezek a cégek ö, bejöjjenek, tehát hogy egyáltalán nem beszélünk erről, holott a környező országokban ez, ez már egy létező dolog. És ugye mi azt látjuk, ez egyébként Magyarországon nagyon erős, de más európai országokban is jelen, hogy elhallgatja ezt a problémát. Tehát az a probléma, hogy idősödés, mint demográfia jelenség van, és ezzel valamit kellene kezdeni. De hát ugye az alaptörvényben már bent van, hogy ugye a szülőtartást büntethetik, hogyha valaki nem gondoskodik a saját családtagjáról, tehát alapvetően mindenki magáért felelős, és az állam a legutolsó a sorban. Már a parlament előtt van a polgári törvénykönyv módosítása. Ha elfogadják a képviselők, akkor a jövőben nem csak a szülőnek, hanem a szülő eltartásáról gondoskodó intézménynek is joga lesz pertindítani a gyermek ellen, hogy térítse meg az eltartás költségeit. Reggel hétig tartott a szociális törvényről szóló 22 órás vita az országgyűlésben. A javaslat úgy írná át az 1993 mal elfogadott szociális törvényt, hogy az állam csak végső esetben segítene a rászorulókon, amikor már a családtagok, az önkormányzat és a karitatív szervezetek is kudarcot vallottak. A párbeszédes szabó téma a Lex Megdög Lesznek nevezte a vita során a törvénymódosítást. Vagy nem az a fő hogy állítás, hogy kár, hogy nem eléggé megy a piacosodás, és milyen jó lenne ezek a nemzetközi cégekbe jönnek, és nagy a piacosodás lenne, hanem hogy nyilván a fő állítás az az, hogy ez az államnak jobban szerepet kéne vállalnia, illetve ha már piac valamilyen formában van, akkor az biztos, hogy sokkal jobban kéne szabályozni, mert ez, amit látunk, hogy Magyarországon abszolút széles körülön van piac, csak ez nem látható, mert nem formális piac. Vannak ugyan formális piaci szereplők, tehát például egyre inkább látunk mind, a házi idősellátásban különböző közvetítőnökségeket, idő gondozókat képző cégeket. Tehát van formális piac, viszont még ezeknek a formális cégeknek a jelenlétes sem jelenti azt, hogy a gondozó, aki most ugye itt a idős átállásról beszélt, tehát aki a gondozónak, vagy a gondozottnak az otthonában vele él a tápolja, akkor sem lesz neki formális munkaviszony. Tehát a fő probléma az informális piaccal az az, hogy, hogy a gondozók nem nem bejelentetten társadalombiztosítás nélkül dolgoznak, ami nyilván számukra egy nagyon bizonytalan munkakörülmény, alapvető munkajogaik nincsenek biztosítva, nyugdíj a, többi, a, többi. Illetve a gondozatnak sincsen arra biztosítéka, hogy hogy az ápoló, aki őt ellátja, annak milyen képesítése van, milyen formában lesz az ellátás. Tehát az egész szabályozatlanság miatt és az informálytás jellege miatt sokkal bizonytalanabb helyzetbe hozza a gondozókat, az ellátottakat és a családtagokat is. Azt meg lehet becsülni, hogy nagyságrendileg mennyi embert. Érint ez a dolog? Tehát, hogy mondjuk hány olyan idős ember van, aki ezen a fél formális, informális piacon vesz meg a gondoskodást? Én erre nem, nem vállalkoznék ilyen becséssel. Pont azért, mert hogy itt nyilván ez nagyon szíves, hogy kikről beszélünk, mert beszélünk olyanokról is, aki épp hazakerült a kórházból, mert valamilyen mondjuk idősebb és bármilyen törése volt, vagy szóval valamilyen szintű baleset érte. Azt se tudjuk nyilván pontosan, hogy aki mondjuk akár hogy egyedül él, hogy ott mennyire van ott a család, milyen intenzíven tényleg ellátják -e, ők látják el. Az informális piacon ugye, de pont azért, mert informális, semmilyen statisztikai adat nincsen erről. Ez, amit így lépte látunk, hogy nagyon-nagyon legt... szóval sok család érintett ebben azt mondod, hogy ez széles kört érint ebben az országban, de közben meg nyilván ez nem egy olcsó dolog. Mekkora anyagi terhet jelent ez, és kik azok, akik ezt meg tudják engedni maguknak? Alapvetően ilyen napi 15 ezer forint körüli az az ár, amit egy házi gondozó elkérhet, ami egy hónapban, ugye ezt a 30-szal beszorozzuk olyan 450-500 ezer forint, ez ö, sokkal több lehet, mondjuk egy piaci intézményben, tehát hogy egy ö, bentlakásos idősek otthonában, ami mondjuk adott esetben luxusszolgáltatást ígér, vagy valami magasabb árkategóriájú, akár kétszer ennyit is elkérhetnek. Ugye ezekben az intézményekben már van egy egyszeri belépési díj, ilyen 25-30 millió forintot simán elkérnek egy olyan nért, ahol mégis a haláláig lakhat a gondozott. És az önkormányzati fenntartású idősek otthonaiban is vannak ilyen egyszerű belépődíjak, 1-2 millió forint, és a havi díj az olyan 150 ezer forint, 200 ezer forint, attól függ, hogy milyen extrém szolgáltatások is megjelennek. A főnővér hívta fel őket, hogy közölje, májustól csak nem kétszeresére emelkedik a térítési díj. Napi 5000 forintról 9000-re. Úgy számolnak így a tartaléka egy év alatt elfogy majd. A bátyámnál az úgy néz ki, hogy eddig is fizetett 60-70 ezer forintot a nyugdíján felül térítési kiegészítésre, de most az új helyzetben 160-180 ezer forintot kell havonta fizetni. Azt mondta az előbb, hogy a házi gondozás költsége, hogyha mondjuk minden nap igénybe veszi egy idős ember, akkor az havi 4-500 ezer forintot érhet el, miközben a medián nyugdíj az 200 ezer forint körül van. És hogyha azzal számolunk, hogy a családtagok is segítenek, ott is az a medián bér, az meg 300 ezer forint körül van. Ez akkor a felső középosztálynak a privilégiuma, vagy pedig mások is valahogy megoldják, ilyen-olyan módon összeadva a pénzt erre itt, mint szoktatok látni ezzel kapcsolatban? Ez hát szóval abszolút középosztály, felső középosztály. Tehát mindenki más valahogy ápolja az idős a családban. És ráadásul ez a bér, én csak ennyivel egészíteném ki, ez ugye az a bér, amikor teljesen informálisan van alkalmazva az ápoló. Hogyha valami közvetítő cég is be van bomba, az már valamennyivel több, és hogyha egy olyan cég, aki tehát rendesen alkalmazza a munkavállalót, tehát mondjuk fizet utána adót, társadalombiztosítás, stb. stb., az inkább ilyen havi 800 ezer millió között van. Tehát ez nagyon gyakori, hogy családok egy ilyen mix, mixet csinálnak. Tehát mondjuk az is nagyon gyakori, hogy mondjuk az idősel együtt élnek, tehát egy háztartásba laknak, viszont ők napközben dolgoznak, és akkor ezt az időt próbálják valahogy lefedni, amiben vegyes az, hogy, hogy ugye kéven veszik az önkormányzat, a házi segítségnyújtást, esetleg valamilyen civil egyházi karitatív szervezettől is mondjuk még ilyen napi egy-két látogatást. Ugye ez fontos, hogy az önkormányzati ellátás az mondjuk napi egy óra, az a max, mm. tehát az még egy étkezés, vagy egy fürdetés, vagy valami és akkor emellett mi kiegészítőnek vesznek igénybe valamennyi léptékben piaci szolgáltatást, hogy ők egyáltalán tudjanak dolgozni, hogy ez a bér, amit említettél, ez egyáltalán legyen. Mert hogyha ha 24 ellátják az időst, akkor ugye ez egyáltalán nincs. Nyilván erre a statisztikai adat, hogy egyszerűen az időset meg az ellátatlansága is nő. Tehát olyan interjúányunk is volt, aki házi gondozóként, illetve akkor kicsit maszakolva gondozott mondjuk egy, falus, egy faluban. Nyilván egyáltalán a faluban is nagyon meghatározó az idő. Dősödést, viszont a gyerekeiknek a nagy része jó esetben Magyarországon, akik teljesen máshol, de sok esetben külföldön, és akkor igazából ő azt mondja, hogy igazából csak ő van, aki, aki rá, rájuk tud nézni. Tehát, hogy nagyon sokan vannak így egyedül, és erre csak egy ilyen példa, hogy már vannak erre külön létrejött ilyen takarító cégek, akik vállalják azt, hogy ha valaki a lakásában elhalálozott, és ez csak hetek múlva derül ki, akkor a teljes lakás, takarítják fedőtlenítik, kitakarítják, stb. stb. Tehát ez egy olyan léptékű problémává vált, hogy kereslet van ilyen cégeknek a létrejöttére és munkájára. Beszéljünk azokról, akik ezt az informális házi gondozást végzik, kik azok, akik ilyen módon találnak maguknak boldogulást összességében azért azt látjuk, hogy döntő többségében nők, tehát ez nagyon-nagyon ritka még mindig a férfi gondozó, és ez, amit a főleg a cégekkel készített interjúból egyeteműen kiderült, hogy, hogy jelentősen emelkedett, megemelkedik a gondozóknak az átlati életkora. Vannak Erdélyből, vagy Kárpátaljáról származó gondozók, ez ugye ez nem talán így a köztudatban is sokkal, sokkal, inkább így az Erdély nénik, ez tényleg van, nem, nem, csak ők ápolnak, de hogy ez, ez egy talán jelentős minta és nagyon vegyes az, hogy vannak szakképzettek, tehát akik mondjuk kórházba dolgoztak, kórházi ápolóként dolgoztak, akik szociális ellátásban dolgoztak, és úgy váltottak arra, hogy így háztartásnál gondoznak, és van ez, akik meg teljesen máshonnan jöttek, és valószínűleg olyan munkaerőpiaci helyzetben vannak, tehát szintén mondjuk nők, akár nyugdíjhoz közel, de nem találnak mondjuk már jobb ö, ö, állást, és akkor azok jönnek el a házi ápolásba. Itt még nyilván ez is nem tudom milyen arányban, de ez is egy jellemző ok tud lenni, hogy mondjuk ugye ez a munka biztosít lakhatást is. Tehát, hogy interjúztunk olyan gondozóval is, akinek egyébként nagyon komoly lakatási problémái volt. És azért vállalt tápolás, mert akkor biztosított a lakhatása. Igen, ez azért is érdekes, mert ugye egyszerre beszélünk arról, hogy mennyire drága megfizetni ezt a szolgáltatást. 4-500 ezer forintokról beszélünk, amiből azt gondolná az ember, hogy akkor aki ezt a munkát végzi, az akkor egy viszonylag biztos megélhetést tud teremteni magának. De közben arról is beszéltek, hogy maguk a gondozók is nagyon kiszolgáltatottak. Akkor ez hogy van ez pontosan? Hát szerintem mindkettő igaz, a kettő sajnos egyáltalán nem zárja ki egymást. Meg egyfelől jól hangzik ez, hogyha valaki 4 500 ezer forintot keres, csak ugye olyan ez a munka, hogy ezt, ezt tényleg nem tudja valaki tényleg mondjuk éveken át 0-24-be csinálni. Tehát nem is úgy kell elképzelni, ez egy fix, ez a havi fix jövedelem. Mert mondjuk valaki vagy kétetes váltásban, vagy havi váltásban dolgozik, akkor az ugye már azt jelenti, hogy ez a bért, ez, egy, ez kétszer annyi időre oszlik el. Miközben neki mondjuk a lakatását biztosítani kell, stb. stb valamint ez meg tényleg az informális munka jellegéből fakad, hogy ez egyáltalán nem biztos. Tehát, hogyha még neki meg is van beszélve egy családdal, jövő héten kezdődött ott lesz, mit tudom én, két hétig vagy egy hónapig, lehet, hogy ez mástak már borul, és akkor állott, hogy neki nincs fix bevétele miközben sokan jönnek Magyarországra dolgozni, akár Romániából, akár Ukrajnából, közben sokan mennek kigondozóként más országokba. És Dóra, te, tudom, hogy ezzel részletesebben is foglalkoztál, ha jól mondom, akkor kifejezetten Baranya megyéből Ausztriába kivándorló vagy ingázó gondozókkal. Itt mit lehet tudni, kik választják ezt a fajta külföldi munkavégzést? Ami a legfontosabb eredménye volt a kutatásnak, hogy a községedelem ellentétben nem csak a bizonytalan életkörülményekből, sérülékeny csoportokból indultak el ezek a nők külföldre, az én a általam kialakított öt csoport közül csak az egyik volt. Őket neveztem elsódródóknak egyébként, de mellettük még voltak az egykori vállalkozók, a diplomások, a fiatalok, tehát más. Társadalmi csoportok is megjelennek ezen a munkaerőpiacon. Milyen foglalkozásokról beszélünk? Néhány példát tudnám mondani, hogy miből ugranak ki és váltanak erre. Hmm. Igen, pont a társadalom történeti vonatkozása volt nagyon érdekes, hiszen, ugye, mint említettük, ezek idősebb hölgyek, 60-65 fölöttiek, túlnyomó többségben, tehát végig lehetett követni azt, hogy mivel foglalkoztak akár már a szocializmus alatt, a 70-es, 80-as években. És nagyon sokan Ugye megélték ezt az átmenetet, amikor a rendszerváltást követően bezártak a gyárak, megszűntek a munkahelyek, és hogy a, azt követtem gyakorlatilag végig, hogy ez a munkásosztály hogyan válik transnacionálisá. -e. Sose gondolták volna azt, hogy valaha külföldön fognak dolgozni. Ők korábban mondjuk teüzemben, cipőgyárban dolgoztak, kisbolti eladók voltak, vagy fodrászok. És akkor egyszer a sok-sok munkahelyváltás után álljuknak arra a pontra, amikor valakinek a családból ki kell menni külföldre, ugye ez többnyire Ausztria, és akkor otthon, ha még él a férjük, aki általában azért előfordulhat, hogy súlyos uh, egészségi, uh, egészségügyi problémákkal küzd, akkor uh, ezt így ki egymás közt, hogy akkor a, a nőnek kell kimennie. És azt mondod, hogy 60-65 éves nők járnak ki Ausztriába dolgozni? ami nagyon meglepően hangzik elsőre. Igen, igen, nyilván vannak fiatalabbak is, náluk egy teljesen más életút rajzolódik ki, hiszen ez a munka azért elő, olyan típusú előnyökkel is jár, amelyekből tőkét lehet kovácsolni. Tehát, hogyha fiatalon mondjuk van egy stabil német nyelvtudásod, akkor az idős gondozói munka az egy ugró lehet. Tehát egy pár hónapig, pár évig stabilizálja mondjuk az illető az anyagi hátterét, kifizeti az adósságokat, és amint ez megvan, akkor már is lehet azon gondolkodni, hogy milyen típusú más munkát végez, és végeztem terepmunkát Ausztriában és Németországban is, és ugye ott találkozhattam olyan hölgyekkel, akik már nem találhatók meg a magyar terepen, mert nem jönnek haza, kiköltöztek végleg, de egy munka helyet is váltottak több esetben, és megtalálták kint a boldogulásukat. Milyen körülmények várnak azokra, akik például Ausztriában járnak ki ilyen gondozási munkát végezni. Tehát, hogy miben más a helyzete például annak a magyar gondozónak, aki Ausztriába megy ki, mint mondjuk annak a romániainak, aki idejön jön Magyarországra. Ugye, Ausztriában sem tökéletes minden, tehát ugyanúgy megvannak ezek a rémtörténetek, hogy a fűtetlen erdei viskóban kell aludni a gondozónak, a kutyákkal együtt, hogy nem, azt, nem tudja azt tenni, amit szeretne, hogy adott esetben nincs internet a házban, tehát hogy ez például lehet, hogy nem tűnik olyan nagyon veszedelmes dolognak, de hogy mondjuk egy, egy nőnek, aki ott hagyja a családját hetekre, az internet felül egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy vannak nehézségek, de ugye ilyenkor tud váltani az illető, és ez az egyik előny annak, hogyha adott esetben ügynökséggel vagy, mert akkor szólsz, hogy az és próbálnak egy megfelelőbb helyet találni számodra, vagy egyszerűen, ugye Ausztriában vállalkozók a gondozók, és egyszerűen csak szólsz a családnak, és keresel egy másik helyet, hatalmas kereslet van a gondozókra, tehát nagyon egyszerű lesz találni valószínűleg egy új helyet. A vándor munka az azért felszabadítóan hat sok hölgyre, voltak, akik még sosem jártak korábban külföldön, és ez nekik egy nagyobb mentális lépés, és van, aki pedig teljesen felszabadul abban, hogy az alpok lábánál, a gyönyörű természeti környezetben, Végezheti a munkát, minden a friss levegőt szív, tehát és ez egy szempont. Valaki az abuzív családi viszonyok elől menekül el külföldre, tehát sajnos ilyen történettel is találkoztam, és hát amit említettem, hogy valaki megvalósítja önmagát, tehát kihasználja ezt a lehetőséget, és nem, nem feltétlenül az idős gondozásban folytatja. Hát. Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Magyarországon egyszerre látjuk azt, hogy nagyon kevés az állami, meg az önkormányzati kapacitás az idősek gondozására, miközben a, ennek a piaci részét meg alig szabályozzák. Hogyha ezt összevetjük az osztrák rendszerrel, akkor ott mit látunk? Van olyasmi, amit érdemes lenne onnan átvenni, vagy ö, hasonló a helyzet, mint itthon? Ez, egyébként ez egy sokat vitatott kérdés, hogy ez az alaprendszer Ausztriában és több más országban, hogy ők egy ilyen, ezt úgy hívják, hogy cash for care policies, tehát hogy az ellátotthoz adnak egy bizonyos pénzösszeget, mert az ellátott eldönthet, hogy ő ezt a, tehát a családtagok veszik föl és ők ápolják, ebből a pénzből fizeti mondjuk az idősek otthonában a férőhelyet, vagy ebből a pénzből alkalmaz házi ápolót. Ez abban nyilván nagyon jó, hogy ez egy szabadságot ad az ellátotnak, hogy ő milyen jellegű szolgáltatást szeretne. Ugye ez indítja be a piacosodás, vagy a piacot, hiszen ez a pénz, ez sokszor a a piacra kerül, ki, hiszen ebből fizetik például a, a, a bevándorló ápolót. Ugye több magyarországi szerveződés ezt propagált, hogy ezt kéne Magyarországon bevezetni, ugyanakkor ennek is megvannak a hátrányai, amiatt, hogy hogy ez egy másik nagyon fontos kérdés, hogy utána, hogy van szabályozva az, hogy ez a pénz hogyan van elköltve, ez milyen munkakörülményeket munka eredményez a gondozók számára. Eleve ez az egész rendszer, hogy 0 24 órás ápolás van, ez egy nagyon-nagyon kritizált dolog, mert egyszerűen ez nem is fér össze egyébként az EU-s munka, munkajogi szabályozással, mert nem lehet ennyire kevés pihenő idővel dolgozni. Az ideális, meg amiért a szakszervezetek küzdenek, az az lenne, hogy ez ugyanúgy 8 órás munkába történjen, mint bármi más. Tehát ez azt jelenti, hogy 24 órán három, 24 órán belül 3 gondozó kéne, ami viszont pénzben egy sokkal nagyobb összeget jelent, tehát nyilván nem véletlenül nincs ez ilyen szigorúan szabályozva sehol ez a szektor, mert ez így olcsóbb. Tehát, hogy a jelenlegi magyar rendszernél nyilván jobb, hogyha valami pénzbe belerak az állam akár ilyen formában, de emellett én azt mondanám, hogy mindenképp az a legfontosabb, hogy az állam egyszerűen több pénz, tehát hogy jobb, jobb állátást biztosítson többek számára elérhetőt jobb minőségben amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor említette valamelyik ötök, hogy ez az egész idős gondozás téma azzal együtt, hogy milyen sokakat érint, annyira kevés szó esik róla, és a, a, politika sem igazán foglalkozik ezzel. Nektek erre van valami megfejtésetek, hogy ennek mi lehet az oka, ami van ennek a hátterében? Egyébként, hogy ellenzék része az Ungár elég sokat tematizál ezt a kérdést, tehát azt egyébként nem mondanám, hogy egyáltalán nem nincs róla szó. Én azt gondolom, hogy a kormány részéről ö, egyszerűen nem éri meg ezzel foglalkozni, tehát hogy ez egy olyan dolog, amit ha elkezdik ezt tematizálni, akkor ebbe pénzt kell rakni, és inkább az a célszerű, hogy ezt nem kezdik el tematizálni, mert addig, addig, nem kell ebbe pénzt rakni. Az, hogy alulról jövő mozgalmak miért nincsenek jobban, miközben például a lakhatás területének nagyon meghatározóak, Öm, azt talán én azzal magyarázom, hogy ez ugye egy krízis helyzet egy családnak, amiben átmenetileg túlél, és amint vége van, mert meghal az idős hozzátartozó, akkor meg kimenekülnek ebből a témából. Tehát ez egy nem, tehát hogy amíg benne vannak és nagyon-nagyon erősen érintettek, addig, ö, addig nincsen kapacitásuk ebben ö, elindulni, vagy ebben így elkezdeni részt venni, illetve inkább, és akkor ebbe túlélnek, amíg ebbe benne vannak, és aztán meg már nem, nem érintettek, és, és pont nagyon nagy a kiégés, nagyon sok ö, traumatizálódott családtaggal beszéltünk, mert ez egy eszméletlen helyzet, tehát mindenkinek nyilván mind a saját életét megviseli, az, az hogy ő, ő mikkel, mikről kell mondani, milyen helyzetbe kerül az ápolás miatt, illetve az, hogy végignézi azt, hogy mondjuk az idősebb hozzátartozója miket él, meg milyen körülmények között van, de tebben is nagyon súlyos történetek vannak. Igen, hát úgy tűnik, hogy a kormányzat számára a kínos ez a téma, tehát hogy léteznek idősek, és ö, ők is velünk élnek ebben a társadalomban. Ugye az is sokat mondó, hogy a kormány által meghatározott és definiált család fogalomban valahogy így nincsenek benne a nagyszülők, az idős hozzátartozók, pedig ők is ö, ugyanúgy vállalhatnak adott esetben gondozási feladatokat, ö, élményeket lehet velük szerezni, és tagjai a, a, közösségnek, a családnak is. Tehát, hogy ilyen szinten nincsen semmi velük kapcsolatban, nincsen szó róluk. Ez volt a péntek reggel a Partizán hírháttér szolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben bemutatjuk, mi történt a nyugdíjakkal az elmúlt években iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntekreggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Komócsi András és Laki Gergely. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Szongoró Laura. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd Olvasd, hallgassd minden péntek reggel. Ne feledkezz meg a Partizánról. Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt. Minden információt megtalálsz a leírásban.